utcai kosárlabda, ezúttal zárt térben. A hagyományos helyszínre, a nyíregyházi Kossuth térre volt meghirdetve a szombati rendezvény, a szervezők azonban pénteken úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak. A kiszámíthatatlan időjárás miatt a Continental arénában alakították ki a pályákat. Ilyenre nem sok példa akad a rendezvény 3 évtizedes történetében. Egy kezemen meg lehet számolni, sőt talán a 3 ujjamon is. Alapvetően mi mindig azt mondtuk, hogy ez az utcai kosárlabdának velejárója, hogyha esik az eső. Volt olyan őskorban, hogy Városligetben gyerekek söpörték a vizet, ami bokáig ért, és utána játszottak. Most azért arra gondoltunk, hogy olyan nagy esők voltak, villámárvizek, hogy nem kockáztatunk, és itt a városvezetői hozzájárultak, hogy itt bent rendezzük meg, azt gondolom, hogy ezzel nem fog csorbát szenvedni a rendezvény. A torna felvezetéseként az előző idényben legeredményesebben szereplő csapatok vehettek át díjakat a Vármegyei Szövetség elnökétől. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy a kosárlabdával foglalkozzanak a városban, a megyében, és nagyon örülünk annak, hogy minden egyesület úgy gondolja, hogy fontos ez az esemény, és látszik az, hogy olyan sokrétű kosárlabda tevékenység folyik a megyében, hogy nagyon széles az a skála, aki eredményt ért el a megyében, és bízunk abban, hogy ezt tovább tudjuk bővíteni a megye kosárlabdájában. Az elmúlt évben Nyíregyházán volt a legnépesebb a mezőny. Ezúttal 61 csapat nevezett. Mivel Romániából is érkezett egy együttes, így nemzetközi volt a torna. Nem is a mennyiségre törekszünk, tehát nem ez a fő szempont, hogy most még 10 csapattal legyen több, hanem aki itt van, annak legyen sikerélménye. Mi mindig azt mondtam az elmúlt 30 évben sajnos már, hogy mi a sportági piramis alján vagyunk. Mi azt érjük el, hogy népszerűsítsük ezt a játékot. Részint, aki még nem játszott, az is legyen sikerélménye, mert itt a 3 méter 5, mindenkinek 3 méter 5, ha dob egy gólt, akkor van sikerélménye. És én azt hiszem, hogy ezzel lehet azt elérni, hogy elinduljon itt utánpótlás csapatokba, illetve majd szurkolóként kijöjjön és drukkoljon a NB1-B és NB1-es csapatnak. Ad abszurdum, majd ha egyszer olyan munkahelye lesz, ahol tud szponzorálni, akkor még szponzorálhatja is a sportágat. Ez most a 30 évre visszamenőleg már egy valós felvetés. A nyíregyházi torna győztesei bekerültek az országos döntőbe. Szeptember 16-án, a kosárlabdázás napján a budapesti Hősök terén rendezik majd meg a finálét.